legfeljebb ön szokott elbújni akkor, amikor nem szakmai, nem tárgyszerű az, amit állít. Sajnálom, hogy megint úgy gondolom, hogy hagyja magát befolyásoltatni indulatai által, és nem pedig a tárgyszerűségre törekszik. Nincs olyan pénz, képviselő úr, amellyel az én időszakom, amikor pénzügyminiszter voltam, ne számoltam volna el. Ez a mostani zárszámadási jelentésem hoz egyetlen egy ilyen tételt sem. Az állami számvevőszék megállapítása sem hoznak ilyen tételt, úgyhogy velem kapcsolatban ne vádaskodjon. Azt mondja Tálai képviselő úr, hogy mennyi pénz volt a kasszában. Csak emlékeztetném, hogy az, amire ő hivatkozik, az azt jelentette, hogy az éves hiány 82%-a teljesült az átadás átvételkor 2002. májusában. Ugye a jegyzőkönyv rögzíti László Csaba és Varga Mihály volt pénzügyminiszterek általi aláírással. Azaz kár arról beszélni, amit utólag keltett hozzá a fizetes legenda, hogy mennyi pénz volt hagyva a kasszában, nem volt pénz hagyva a kasszában. Hiány volt 82%-ban teljesítve májusra, nehogy félreértés legyen. És ezen túlmenően, ha már itt államtitkáról hivatkozik bizonyos adósságszámokra, legalább a tényszámokat ismerhetné pontosan, amit bemondott, valótlan szám volt ismételten. Nincs 80% fölötti eladósodtság mérték semmilyen kimutatásban hozva. Ezzel azt tudom csak mondani, hogy óvatosabban beszéljünk ilyen számokról, mert nincs értelme erről beszélni. Valóban közelíti a 80%-ot, valóban több mint 70%, de nincs 80% fölötti szám kimutatva. Éppen ezért fölösleges ilyet mondani a kormány tagjának, mert azt gondolom, hogy nem előre viszi a dolgokat. És még egyszer mondom, hogy ha lehet, akkor maradjunk a tárgyszerűség keretein belül. Én továbbra is fenntartom azt az álláspontomat, hogy a 2009-es évről szóló zárszámadási jelentés korrekt számokat és korrekt szöveget tartalmaz, az országgyűlés megkapott. Éppen ezért ennek elfogadását a magam részéről támogatom. Köszönöm figyelmüket. Köszönöm szépen, képviselő úr. Most rendes felszólalás következik. Megadom a szót Rozgonyi Ernő képviselő úrnak, a Jobbik képviselőcsoportjából. Parancsoljon, képviselő. Elnök úr, köszönöm a szót. Tisztelt hölgyeim és uraim! Én azon kevesek közé tartozom ezek szerint, akik végigolvasták ezt a terjedelmes anyagot, és azt kell mondanom, hogy igen furcsa érzések közepette. Amikor először végigolvastam, akkor tulajdonképpen fel voltam háborodva. Fel voltam háborodva azon, hogy ez az anyag úgy, ahogyan elénk tárták, gyakorlatilag helyesli, vagy legalábbis elfogadja, érthetőnek, szükségszerűnek tartja mindazt, ami a 2009-es évben történt. Úgy van előadva. Tessék csak elolvasni ezt az anyagot, és kiderül, hogy szó nincs semmi olyasmiről, amit itt ma például a Fidesz tisztelt képviselői elmondtak. Egy árva szó nincs erről. Amikor én ezt a bizottságban szóvá tettem, akkor azt mondták nekem, hogy hát ezek nem a mi számaink, hát itt a számok nem hazudnak, azt el kell fogadni. Hát igen, jó, hogy a számok nem hazudnak, azt el kell fogadni, ez önmagában se igaz természetesen, mert a számokkal lehet csak igazán manipulálni, és nem véletlenül mondta Churchill azt, hogy én csak azokban a számokban és azokban a statisztikákban hiszek, amit magam hamisítok. Tehát ez valahogy így néz ki. Számokkal is lehet manipulálni, számokkal is lehet játszadozni, számokkal is félre lehet vezetni embereket. Tehát nem erről van szó, hogy ez nem a mi számunk. Hát ha önöknek ez a véleménye, ami itt ma elhangzott, kérem szépen, akkor ezt kell leírni. Ez az anyag egy dokumentum lesz. Hát ha ezt a dokumentumot úgy fogadják el, ahogyan benyújtották, akkor nincs önöknek miről beszélni. De hozzáteszem, akkor az egész választási előkészületek során nem tudom, miről beszéltek. Ez az anyag, kérem szépen, legalizál mindent az ég világon, ami történt, sőt, úgy állítja be az eseményeket, mint ami a körülmények között az objektív törvényszerűségeknek megfelelő, szükségszerű lépés volt. Ez most olyan szépen hangzott, hogy Marx se tudta volna jobban megfogalmazni, mert azért mondtam, mert ez a baloldalnak a állítólag a számadása. Na de hát nem az, hiszen Matolcsy György jelenlegi nemzetgazdasági miniszter aláírásával került beterjesztésre. Kérem szépen, én egy jó hiszemű ember vagyok. Én mindent elhiszek, amit önök itt elmondtak. Na de hát kérem szépen, hát akkor ez miért nincs benne az anyagban? Miért nincsenek a számok, ha állítólag azok nem hazudnak, minősítve? Hát
akkor le kell írni, hogy mi van mögötte, kérem szépen. Le kell írni, hogy hogyan is születtek ezek a számok. Miért születtek, és ennek mi a következménye. Hát mi a tanulsága egy zárszámadásnak, ha nem ez? Tehát ezt a zárszámadást ebben a formában, ha önök elfogadják, én is a felháborodások után erre a szintre jutottam, hogy persze, hát ellenzék pacsoraiból én nem tilthatom meg azt, hogy önök egy öngólt rúgjanak. Mert nem az én dolgom. A másik, amire utalni szeretnék, az az, hogy ugye itt mindig arról van szó, hogy itt 8 év alatt milyen szörnyű dolgok történtek. Valóban szörnyű dolgok történtek. Csak kérem szépen, a folyamat nem az utolsó 8 évben indult el. A folyamat elindult akkor, amikor elhittük a Nemzeti Banknak és a külföldi tanácsadóknak azt, hogy nincs pénz, nem tudunk ugye semmit sem finanszírozni, be kell hozni a külföldi tőkét, mert ugye ez altruista tőke, hát persze, hát ez jótékonykodni jön ide, ugye milyen jót fog tenni ennek az országnak, és elkezdtük eladni már az Antal kormánynál a teljes élelmiszeripart és élelmiszeripari feldolgozóipart, amivel mindjárt a parasztságot is elintéztük rendesen. A folyamat itt indult el. Aki ezt a folyamatot figyelte, és nem kellett hozzá közgazdasági diploma, hanem értelmes, gondolkodó ember figyelte, hogy mi indul itt el az Antal kormány idején, mi folytatódik a Horn kormány idején, annak rá kellett jönnie arra, hogy ez az ország törvényszerűen, igen rövid időn belül abba a helyzetbe kerül, amiben ma van. Miért? Mert mi is történt, kérem szépen? Hát elkótyavetjéltük a nemzet vagyonát, de a nemzet vagyonát, amikor így fogalmazom meg, akkor elkótyavetjéltük a termelőeszközeinknek a javát. A termelőeszközeink elkótyavetjélésével együtt elkótyavetjéltük a belső és a külső piacunkat. Ezen felül a Nemzeti Bank jóvoltából, és a tanácsadók jóvoltából, és az, talán most ma már az Európai Unió jóvoltából is ott tartunk, hogy a saját pénzünk fölött sem mi rendelkezünk. Na ezt az állapotot hívják gyarmati sorsnak, kérem szépen. Azaz, mit akarok én mondani? Már az első mondat nem igaz tulajdonképpen, amire le van írva a részletes indoklás, illetve általános indoklásba, amelyik a Lehman Brothers bankház összeomlására hivatkozik, kérem szépen. Már ez nem igaz. Mert ez egy folyamat. Azt, hogy a Lehman Brothers bankház tönkrement, és ezzel kvázi elindult egy pénzügyi gazdasági világválság, egy pénzügyi oldalról egy gazdasági világválság, ez nálunk csak annyit tett meg, hogy fölgyorsította az agonizálás állapotát. Hát ez az ország a padlón volt már 2007-ben, 2008-ban is, vajon mitől támadt volna föl 2009-ben? Akkor is, ha nincs gazdasági válság. Ezt is világosan el kell mondani, kérem szépen, hogy ez egy folyamat végeredménye. Egy teljesen, tévesen elindított gazdaságpolitikának a végterméke. És pontosan önöknek ezt el kell mondani, hiszen önök mondják azt, hogy meg kell változtatni a rossz gazdaságpolitikát, meg kell változtatni különböző dolgokat, amelyek az önrendelkezésünket csorbítják. Hát ezért olyan fontos az, hogy önök ne ilyen anyagot terjesszenek be, amikor a 2009-es zárszámadásról van szó. Aztán azt kell mondanom, hogy van még egy pár olyan érdekes adat, bár én nem akarok bemenni számszerűségekbe, hiszen a számszerűségekbe sem lehetünk biztosak. Hát mit tudom én, hogy az igaz-e vagy nem igaz? Ugye önök azt írják itt többek között például, hogy azt mondja, a jövedelem kiemelt összességében a külső egyensúly 2008-hoz képest igen jelentősen 7,9 milliárd euróval javult, így a külső finanszírozási képesség a GDP 1,6%-át tette ki. Megszűnt az ikerdeficit, de ragyogó. Na de kérem szépen, hát ez pontosan annak az egész rendszernek, ami a folyamatában fölépült, annak az összeomlása. Hát ha maguk ennek örülnek, akkor ezzel azzal is igaz, azt igazolják, hogy ez egy folyamat.
amivel nem akarom én menteni a szocialistákat, mert természetesen az utolsó 8 évben ez a folyamat felgyorsult, de tudják miért? Hát ez olyan, mint a szabadesés, G-félszer, T-négyzet. A T az az idő. Hát persze, hogy az utolsó időszakban leggyorsabb a hanyatlás. Ezzel még egyszer mondom, nem akarom mentegetni őket, hiszen ezt valamennyi kormánynak, aki eddig hatalmon volt, fel kellett volna ismernie. Nem kellett hozzá különös képesség, kérem, hogy valaki ilyesmit fölismerjen. Aztán arról írnak itt például, hogy 10%-os meghaladta ugye a munkanélküliségi ráta. Hát kérem szépen, ezt önök is tudják, hogy nem igaz. Hát lehet, hogy az Európai Unió előírja azt, hogy hogy kell nyilvántartani a munkanélküliséget. Én ezt nem vitatom. Lehet, hogy ez egy központi előírás, és ez ragyogó, csak hát akkor valahogy az Európai Unióban másképp mennek a dolgok, mint nálunk. Nálunk ugyanis úgy mennek a dolgok, hogy évről évre nem lehet csak azokat figyelembe venni, akik regisztrált munkanélküliek. Az, hogy itt nőtt most 1 vagy 2%-kal a munkanélküliség, e szerint a mutató szerint, ez csak azt jelenti, hogy többen, illetve kevesebben tudtak elhelyezkedni a nyilvántartott munkáltatók, munkavállalók közül, mint ahányan bekerültek. Na de kérem, azt is tudjuk, hát hányszor elmondták, hát az önök főnöke, a miniszterelnök úr is elmondta, hát itt legalább 1,5 millió ember nem dolgozik, aki munkaképes volna. Hát akkor miért beszélünk, miért mondjuk mi azt, hogy 10%-os a munkanélküliségi ráta? Akkor mondjuk azt, hogy az európai mutató szerint ennyi, de sajnos Magyarországon más, legalább 1,5 millió ember, aki munkaképes, nem dolgozik. És nem azért nem dolgozik a zöme ezeknek, mert nem akar dolgozni, hanem azért, mert az a folyamat, amit említettem, az ide vezetett, hogy nincs munkalehetősége. Erre mondta itt Gyurcsány úr, hogy ki lehet menni, ugye? Na de hát nem ez a megoldás. Aztán egy szót nem beszélnek arról, hogy ráadásul ezt az egész folyamatot, most már beleértve a gazdasági válságot is, nem akarta a szocialista kormány észrevenni, hát nem akarta tudomásul venni. Hát Gyurcsány úr kifejtette azt, hogy bennünket a gazdasági világválság nem érint. Sőt, a miniszterei arról beszéltek, hogy dübörög a gazdaság. Aztán megint, hogy Gyurcsányt idézem, azt mondta, hogy erős a magyar gazdaság, és nagy a jólét. Hát miért nem beszélnek önök erről? Hát önök előadnak egy olyan előterjesztést, amiből az derül ki, hogy minden úgy jó, ahogyan azt Bajnai úr csinálta. Hát akkor mit vitattak? Na hát ezek az öngólok, kérem szépen. Aztán ugye azt mondjuk, hogy a folyó fizetési mérleg javulása, igen, hát ez ugyanaz, hát ezek nem eredmények. Ezt ha szabad azt mondanám, ez tulajdonképpen baj, hogy így változott a folyó fizetési mérleg, mert ez is a magyar gazdaság haldoklását mutatja. Tehát tele vagyunk ilyen adatokkal és ehhez hasonló dolgokkal. Aztán muszáj valamit mondanom arról is, amit ugye a Fidesz-KDNP frakció igen tisztelt európai képviselő asszonya fölvetett. Kérem tisztelettel, az eredendő bűnökről beszélni kell. Minden olyan alkalmat minden szakembernek meg kell ragadnia, amikor szóvá teheti azt, hogy tulajdonképpen az államháztartás összes szabálya 20 éve mozdulatlan, és hogy nincs állam számviteli törvény. És el kell mondani egy szakembernek minden alkalommal, amikor költségvetésről van szó, hogy ez egy tarthatatlan állapot. Elmondhatjuk, mert el kell mondanunk, de ennek a megoldása, ez mindig a hatalmon lévőknek a dolga, tetszik tudni. Aztán az ÁSZ jelentéshez is hadd mondjak néhány mondatot. Az ÁSZ tulajdonképpen gyönyörűen megismétli mindazt, ami a költségvetésben, a költségvetési beszámolóban le van írva. Tulajdonképpen megerősíti, igazándiból nem is nagyon minősíti, elmondja, hogy ő mit csinált, fölhívja azokat a figyelmet, amiket, hogy ő már megmondta, hogy azok a tervszámok nem fognak bejönni. Schlucks, kérem szépen, az ÁSZ-t azért találták ki, hogy egy ilyen fontos